Igen, a döntés az tulajdonképpen nem mostani, hanem már korábban, pár részek korábban meghoztam a döntést, tulajdonképpen már Spielberg előtt meghoztam ezt a döntést. Az érjétben első percről kezdve benne vagyok, és nagyon sokat repültem benne, nagyon sokat tettem. 45 éve repülök, rengeteg időt töltöttem repülőtereken. Úgyhogy a családom az gyakorlatilag az elmúlt jó pár 10 évben elég sokat hiányolt engem. Úgy gondolom, hogy most idő egy kicsikét több időt rájuk szentelni, kicsikét több időt magamra is szentelni, és egy kicsit visszamenni az érsók területére. Ugye a Red Bull érrész előtt rengeteg érsót repültem, a Red Bull érrész ideje alatt viszont ezt le kell csökkentenem elég dramatikusan. Úgyhogy most egy kicsit majd több időm lesz megint ellátogatni érsókra és repülni az érsókon, ami egyébként a kedvenc műfajom. Úgyhogy én azt mondom mindig, hogy egy ajtó bezárul, egy másik meg kinyílik. És majd meglátjuk, hogy ez a kinyíló ajtó mit hoz. Ma reggel, mikor volt a pilóta briefing, akkor tudtam, hogy az utolsó briefingem mint versenyző. Érdekes volt, még érdekesebb, amikor a repülőgépbe ültem, és tudtam, hogy ez az utolsó verseny. De kicsikét jobban aggódtam az idő miatt, illetve jobban fókuszáltam az időjárásra, mert pont egy rossz idő jött be. Addig szép idő volt, és a pálya is gyors volt, mert alig volt, fújt a szél. És pont jött be egy rossz idő, és én tudtam, hogy amilyen szerencsém van, ez pont be fog jönni. Így is történt, mire bejöttem a pályára, pont akkor befújt egy 20 csomós oldalszél. Úgyhogy jöttem be, és a gép már pattogott, és alig nem ment egyenesen, láttam, hogy ez nem lesz igazán jó. De ez a verseny, benne van a pakliba ez is. Úgyhogy az utolsó versenyemet végül is egy ilyen pattogós, rázós időben repültem végig, de ettől még azért jó volt és élveztem. That was lovely. That was very nice. It was a big surprise. You know, we are, as a pilot, it's a kind of family. We are very good friends and we really like each other. And I really like all of them. And it was a very nice feeling and a very big surprise. So thank you again for them. Amikor visszamentem a hangáramba, és ott volt minden pilóta, az tényleg megható volt. Az Red Bull érésben mi versenyzők egyfajta család vagyunk, és én komolyan mondom, hogy kedveljük egymást, barátok vagyunk, egy nagy család. Úgyhogy amikor visszamentem a hangárba, és ott volt mindenki, és némelyiknek meg láttam is, a túlzás nélkül, a szemébe egy kis könycseppet, megható volt. Úgyhogy köszönöm nekik. Nagy meglepetés volt.